A Balatonlelei Nádasban találták meg a rendőrök 2009-ben két budapesti vállalkozó maradványait. A vád szerint a vádlott boncnoki pontossággal darabolta fel a holttesteket. A vád szerint a férfi még 2008-ban lőtte le két ismerősét. A feldarabolt sértettek maradványait műanyag zsákokba csomagolta. Állítólag egy kokain szállítmány miatt alakult ki elszámolási vita az áldozatok és a vádlott között. Ezen a területen utoljára körülbelül 25 évvel ezelőtt jártam. Hogyha a kék sorompónak a határban át tekintjük, valamikor gyerekkoromban kacsatojást meg buzogányt szedtünk. Ennyit tudok elmondani ezzel a kapcsolatban. Ezt mondta a mai helyszíni tárgyaláson a vádlott, aki továbbra is ártatlannak vallja magát. Információink szerint a férfi korábbi élettársa tett terhelő vallomást rá. De hát ő gyakran jött azért haza ide a családhoz, anyukához, és akkor nem járt el erre. Hát ezt az utat használta, folyamatosan. Ezt az utat rendszeresen használtuk. Tehát átjárunk, de nem lesz, hogy megállt itt, vagy bármi programot csinált volna. Tehát akkor ön tagadja azt, hogy a két másik személlyel együtt idehozta volna a maradványokat, és ön lett volna az, aki ezen a területen áthaladva elrejtette volna. Itt én nem rejtettem is. A helyszín korábbi funkciója is szóba került a rendhagyó tárgyaláson. Említette, hogy ezt a területet ilyen szemétlerakónak használták, legalábbis abban az időben. Most ez nem nagyon látjuk így. Valószínűleg azért, hogy ez a földhányás ide került, most már attól legalábbis ide nem tudnak jönni emberek. Hát ugye az elmúlt években a tereprendezések következtében mennyit takarítottak, ugye ez változó volt, de ez a betonút, ez valamikor földút volt. És ezen a földúton mindkét oldalon hatalmas szemétkupacok voltak, ugye annak idején. Vagyis bárki és bármikor elrejthette ott az emberi maradványokat tartalmazó zsákokat, amelyek ugyanolyan szemétnek tűnhettek, mint a többi zacskó zsák. A vádlott védője úgy nyilatkozott, nem jutott előrébb az ügy. A helyszín tárgyalásnak a feladatai közé tartozhatott volna véleményem szerint, hogy a helyszínt, a feltalálási helyet megközelítjük és megnézzük. Ehhez képest be sem mentünk. A helyszínt meg sem közelítettük, és olyan megállapításokat tett a bíróság, miszerint itten például a szeméthalmok nem találhatók. Nem csak a Balaton-Lelle Balaton-Bodlár közötti Nádasnál járt a fővárosi bíróság tanácsa. A legközelebbi benzinkutat is felkeresték. A hipermarket és a töltőállomás bejáratát a tárgyalás idejére lezárták. A megbízott állomásvezetőt kérdezték. Azt szerepel az egyik állomásban, hogy itt még nem volt semmi benzinkút, és hogy hát a szavahihetőségét kell az egyik tanulnak elrebőzni. Információk szerint a bűntársak valamelyik benzinkúton találkozhattak. Az ügy tárgyalását ősszel folytatják. A francia idegen légiót is megjárt férfi nem először áll a bíróság előtt. Az úgynevezett főutcai órásgyilkossággal is vádolták 1999-ben. 2005-ben bizonyíték hiányában felmentették. Az államtól akkor a börtönben töltött évekért 25 millió forint kártérítést kapott.